A 2006-ban alapított trió stabilitását érdekes módon példázza az idei év jazzgitárosa címet kiérdemelt Juhász Gábor. Az elismerést egyébként a Magyar Jazz Portál kritikusai és közönség szavazatai alapján kapta. Ez egy háromlábú szék. Minden háromlábú szék, látom ezt a kamera állványt, ez is egy háromlábon áll, ez a legstabilabb dolog. Tehát amikor egymást valahogy tudjuk támogatni, tehát a kollégáim, mondjuk el a neveiket, Kovács Zoltán nagybőgős és Jeszenszky György dobos, ők rendkívül kreatív kollégák, tehát olyanok, akikre támaszkodhat az ember, akik löknek egyet, amikor szükség van rá. Az estén jellemzően Juhász Gábor jazz kompozíciói csendültek fel, azonban volt egy-két Schubert és népdalfeldolgozás is. A zeneszerzés mindig érdekes dolog, vajon működik-e valójában az ihlet, és ha igen, akkor hogyan? Az, amikor egy dallam az embernek eszébe jut, mondjuk ez az a klasszikus ihlet dolog, na ezt komolyan kell venni, mondja a trió vezetője. A zeneszerzés viszont szerkesztést jelent, jó, ha a kettő együtt van. Ez utóbbi nagyon fontos, avat be a Gramofon és Artisjus díjas jazzgitáros zeneszerző. Hogy komponálásnak az egyik legfontosabb része a szerkesztés. Tehát amikor megvannak bizonyos részek, azokat hová tesszük, hogy alakítjuk egymásra, hogy tesszük ki hangszerekre, hogy hangszereljük. Ugye van egy ilyen kifejezés is. És ehhez kell egy kicsit távolság. Tehát amikor én általában dallamból indulok ki. Van, aki inkább akkordból indul ki, van, aki inkább ritmusból. Ez is előfordult már. Azokban éreztem a leginkább otthon magam, ahol dallamból indultam ki. Tudnék, ez az arca a zenének. Nagyon sok fajta olyan zene van, ahol nincs is akkord, távol-keleti zenék, mégis van arca a dolognak. És azután, hogyha már megvan a dallam, akkor egy kicsit távolságot kell tartani. Én akkoriban, régen csináltam ilyet, hogy több dalt írtam egy ciklusban, és akkor lejegyeztem egy dallamot, kitettem a zongorámra mondjuk a két sort, és 2-3 nap múlva, mint egy idegen anyagot kezdtem el szerkeszteni. Tehát, mintha átdolgoznám valakinek a darabját. Több programanyagot csináltam életemben. Tehát volt olyan, amelyik, ott egy lemeze, aminek az a cím, hogy 1978, ez egy elképzelt évről szólt. Van egy olyan lemezünk, amit így a kollégákkal együtt vettünk föl, hogy a kertben, vagy in the garden, amelyik a belső világunkról, hát konkrétan a kertünkről, de a kert az a mindannyiunknak a belső világáról szól. A legutóbbi triólemezünk, azon napszakok vannak, dél-este, reggel, tehát ez egy napról szól, egy elképzelt napról. Tehát én bennem van egy tematikus, mondjuk így hajlam, de ezek a darabok, hajlamos vagyok őket daloknak hívni, persze ez nem énekes dalok, ezek a darabok különálló, létező entitások. Tehát önmagukban léteznek, és egymáshoz kapcsolódnak valahogy. Mai este biztos, hogy el fogok játszani olyan darabjaimat, amik Észtországról szólnak, mert tehát vannak ilyen észt tematikájú dalok, mert én félig észt vagyok, nekem édesanyám észt volt, és egészen különleges módon jövő héten Észtországba fog menni turnézni, és pont édesanyám szülővárosában, Tartuban fogunk fellépni, aminek azért az esélye rendkívül kicsi. Ráadásul most, egy héttel korábban itt vagyok Pécsen, ahol fölnőttem, tehát ahol 2 éves koromtól 20 éves koromig éltem, tehát hogy ez most engem így teljesen meglep, hogy egy ilyen 2 éves karantén után hirtelen azokra a helyekre megyek, amelyik valamilyen szempontból a gyökereim. A jazz műfaja felé a szabadság szeretete vonzotta, most is a legfontosabb szó az életében. Akkor, amikor gyerek voltam,
sokkal zártabb volt a társadalom, vagy biztos, hogy megvannak mindenféle zártságai, nem tudom, nem akarok, nem szociológus vagyok, hanem zenész, de hogy akkor azért tényleg volt ilyen, hogy 3 évente lehetett külföldre menni. Valószínűleg egy akkori fiatalban lényegesen nagyobb volt a szabadság iránti oldhatatlan vágy. És a jazz képes a szabadságot megtestesíteni, tehát színpadra tenni. Szabadság egyébként minden alkotóművészethez kell. Tehát kell az íráshoz, kell a festéshez, kell a kortárs zeneszerzéshez, mindenhez. De jazzben azért nyilvánvaló, mert ugye improvizálunk sokat, tehát egymásnak adjuk, vesszük a dolgokat. Ugyanúgy, mint hogy most egyébként improvizálunk, tehát kérdez egyet, én válaszolok rá. Tehát, hogy vannak ilyen spontán létezések az ember életében, amik egyébként élhetővé vagy szerethetővé teszik az életet. És ez a szabadság szerintem az, amelyik a jazznek az egyik eszenciája. Juhász Gábor 1990 óta tanít jelenleg a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazzgitár szakán, valamint a Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszékén. 2009-ben 1978 címmel jelent meg szerzői CD-je, a lemez 2010-ben elnyerte az Év Magyar Jazz Hanglemeze díjat.